A labdarúgó OTP Bankliga 23. fordulójában az ETA MOL Fehérvár együttesét fogadta. A vendégek a legutóbbi 5 találkozójukat elveszítették, így a mérkőzés esélyesének a zalaiak számítottak. A fehérmezős MOL Fehérvár Zalaegerszegen szerette volna megszakítani rossz sorozatát, ám ennek ellenére a mérkőzés kezdetétől fogva az ETA irányította a játékot. A 8. percben már gólhelyzetbe is kerültek a hazaiak. Bedi beadását Costa fejelte 5 méterről fölé. 4 perc múlva viszont már örülhettek a hazai szurkolók. Gergényi nagy bedobása után a vendégvédők nem tudták kivágni a labdát. Így az végül az érkező Huszti elé került, aki laposan a hálóba lőtt. 1-0. A vezető gól után is az egerszegiek maradtak fölényben. A Vidi gyakorlatilag semmi veszélyt nem tudott kelteni. Deminek mindössze egyszer kellett védenie, amikor a félidő végén Petyák éles szögből célba vette a kaput, de a zalai hálóőr kiütötte a labdát. A fordulás után viszont gyakorlatilag egyből egyenlítettek a vendégek, ám Kodró gólja után korai volt az öröm, ugyanis Funsó lesről adta be a labdát, így videózás után Csonka játékvezető anulálta a találatot. A második félidőben már a Fehérvár került mezőnyfölénybe, de ez meddőnek bizonyult. Az ETA védői és középpályásai is rendre megakasztották a vendég támadásokat. Helyzetbe egyáltalán nem tudtak kerülni Nikolicsék. Az ETA leginkább kontrákra rendezkedett be ekkor. Az egyik ilyenből született meg a második gól. Bedi indította nagy labdával Mesákot, akit a 16-oson belül Heister fellökött. A játékvezető pedig a büntető pontra mutatott. A 11-est Costa középre rúgta. Kovács lábbal még beleért a labdába, de hárítani nem tudott. 2-0. Ezzel pedig el is dőlt a mérkőzés. A 88. percben még Mesák növelhette volna az előnyt, de a rövid soroknál Kovács védett. Az ETA végig magabiztosan futballozva teljesen megérdemelt győzelmet aratott. Fehérváron pedig egyre komolyabbak a bajok. Ugyanis Zsinórban már a 6. vereségét könyvelte el Mihály Borisz együttese.